Május 25-én szombaton Csíkszeredában tartják a Romániai Magyar Demokrata Szövetség feladatkijelölő kongresszusát. A sportcsarnokban zajló eseményen a szövetség új módosított alapszabályzatot és programot fogad el. Több mint 1000 résztvevőre számítanak. 777 küldött, 100 meghívott és több mint 100 sajtómunkatárs lesz jelen a nagyszabású eseményen. A 11. RMDS kongresszuson részt vesz többek között Viktor Ponta, miniszterelnök, a Szociáldemokrata Párt elnöke, a Nemzeti Liberális Párt elnöke, a Fidesz képviseletében a Rogán Antal frakcióvezető, a KDNP részéről Semjén Zsolt, a párt elnöke, miniszterelnök helyettes. Jelen lesz továbbá Berényi József, a Szlovákiai Magyar Közösség pártjának elnöke, Hans-Henrik Hansen, az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniójának elnöke, az Európai Néppárt elnöke, Wilfried Martins videóüzenetben köszönti a kongresszus résztvevőit. Kovács Péter főtitkár kongresszusi biztos elmondta, a szombati esemény vizuális szempontból is 21. századi lesz, látványos színpadképekkel, infografikákkal, kisfilmekkel és zenei bejátszásokkal készülnek a szervezők. A nagyszabású eseményt 10 órakor nyitják meg, és várhatóan délután 6 órakor zárul a program.